Kozma Orsi nevét a 90-es évek végén ismerhette meg a nagy közönség, amikor a Geszti Péter vezette Jazz meg azzal két platina lemezt begyűjtöttek. Ezt követte a Cotton Club Singers, majd a szóló karrier, amelyet több mint 10 éve építget. Az énekesnő most elérkezettnek látta az időt, hogy egy nagy koncerten foglalja össze eddigi munkásságát illusztris zenészek, illetve a Cotton Club Singers társaságában. A szeptember 16-ai buli részleteivel érkezik most Kozma Orsi. Összetörtem a telefonom, óceántól sós a szád. Hogyha kéred, neked adom, az életem így pont jó rád. Van úgy, hogy már nem bírok enni, nem kéne még beléd szeretni. Majd ha összesodornak az évek, ha azt mondom, szeretlek téged, már régóta tervezem ezt a koncertet, amelynek a Találkozások nevet adtam, és szeptember 16-án lesz. És hát igen, valahogy azt érzem, hogy elérkeztem egy olyan pontra, hogy most egy kicsit meg kell állnom, elmélkednem kell a jelenemen, és egy kicsit visszatekintenem a múltamra, talán így összegezni is azt. És ebben segítő társaim lesznek Dés László, Novák Péter, Váci Eszter és Behumi Dóri, Szakos Krisztián és a Cotton Club Singers tagjai, Fehér Gábor, Szűcs Gabriella és Zsédenyi Adrien. Ha már nem találod a helyet, mindig ott leszek veled. Most úgy választottam ki nagy nehezen a vendégeimet, hogy mik voltak azok a legfontosabb állomások, amit talán a szélesebb közönség is ismer az én életemből, és ezek mentén próbálok haladni. De összességében véve a 4 szólólemezem anyaga adja a koncert keretét, tehát egy pop koncertet tessenek felkészülni, és ezen belül jönnek aztán kronológiai sorrendben, ahogy az életemben is a különböző vendégek. Máj, néma táj, körvonal. Csak a szemnek halvány kép, tudom jól. Közel jársz, bár az éj eltakar. Ezt én magam egyedül csinálom. Én egyeztetek a vendégekkel, én találtam ki a műsort. Vannak emberek, akikkel együtt dolgozom, például egy nagyon jó kis vizuál lesz a koncerten, a kis Sipos Béci csinálja, élőben VJ-zik az egész zenéhez, úgyhogy őt, azt rábíztam, mert ahhoz én nem értek, meg ő minden sokkal jobban tud, és hát persze van menedzserem, meg van egy csomó segítőm, akik segítenek abban, hogy ne esek szét teljesen, meg tudjak a feladatomra, az éneklésre koncentrálni. Ha volt is ingovány, most már tűz a nap. Sugár végül elhozott nekem hét nyár. Téged láttam a vámomban, ülünk a parton a vágylomban, öröm zenél ma a hangomban. Az én szóló karrierem több szempontból is nehéz volt, mert tényleg újra kellett indítanom mindent. Tehát volt egy múltam, ami segített is, meg egy kicsit hátráltatott is. Tehát abszolút update-elni kellett mindent, de nem bánom, mert igazából én erre vágytam, hogy a saját erőmből a saját ötleteimet meg tudjam valósítani. Aztán persze, ugye nem bírok magammal, és én több műfajban is tevékenykedem, vagy hát az élet így hozta, hogy több műfajban is tudok énekelni. Úgyhogy aztán az volt a nehezebb, hogy az emberekkel elfogadtassam azt, hogy a Kozma Orsi az tulajdonképpen énekel popot is, ha kell, vagy jazzt, éneklek népzenét is. Úgyhogy igazából, hogy így egy ilyen színes egyéniségként fogadjanak el az emberek. Téged látom a lábomban, ülünk a parton, a vágylomban, öröm zenél ma a hangomban. Nincs több félelem, pont úgy, mint az álmomban. Repül a kő, amit eldobtam, szökik a csend, ha a víz csobban. Nem csak képzelem. Szeptember 16-a, este 8 óra, és Kozma Orsi Találkozások című koncert, vendégeim Dés László, Novák Péter, Váci Eszter, Behumi Dóri, Fehér Gábor, mennyien vannak, Szűcs Gabriella, Zsédenyi Adrien és Szakos Krisztián. Nincs több félelem, pont úgy, mint az
Köszönöm figyelmüket, hiszen már a véget ért a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban továbbra is várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk péntek reggeltől megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán. Mára ennyi volt, de ne feledjék, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. A viszontlátásra!